március 14-én a Meglepetés címmel Ugró Gyuláról mutat be színdarabot az Újpest Színház. Két héttel ezelőtt már elkezdtünk beszélgetni az alkotókkal. Most folytatjuk, úgyhogy vendégeim a darab szereplői, László Mária, Maros Bernadett Eszter és Agárdi László. Szép napot kívánok, kezi csókolom, szervusztok! Végigjártuk egy kicsit már ezt a darabot a múltkor a rendezőjékkel, de azért lesz miről beszélni szerintem. Drága Mária, azt mondták a múltkor a szereplők és a rendező, hogy gondolkoztak rajta, hogy vajon ki legyen Ugró Gyula felesége. Gondolkoztak, egyszer csak maga betoppant, és azt mondták, hogy hát igen, itt van. Igen, ez valóban így történt, de hogy ez meg is történt és megvalósulhatott, én hadd mondjam és hadd kezdjem azzal, hogy életemnek talán az egyik legmeghatározóbb állomása ez, és végtelen nagy megtiszteltetéssel és köszönettel tudtam ezt fogadni. Én erre nem mertem gondolni, megmondom őszintén, az, hogy Ugró Gyulát, az ugye ismert dolog, meg amivel tudtam, hát ehhez hozzájárultam, meg minden, de az, hogy még szereplőnek is engem, aki hát végül is valamiben szerepelek, de ilyenben még nem. És ez egy csodálatos dolog, és hogy profikkal, meg fiatalokkal. Annál is inkább fontos ez, hiszen mindenki tudja, hogy egyrészt a Magyar Nóta motorja Újpesten, másrészt pedig Ugró Gyulának, mint nótaszerzőnek, tán legnagyobb ismerője, szerte honban. Igen, valóban annyiban erről a részéről legnagyobb ismerője a nótás műfajra. Ugye, hogy ezt már sok helyen többször elmondtam, hogy 14 éve bukkantam rá egy hagyatékra, ahol ugye felfedeztem ezt a nótakincsét, és akkor is kiosztottam több énekesnek, de hogy ma ebben mi a legnagyobb dolog, ezt hadd mondjam el talán most az elején ennek a darabnak, hogy mi a legnagyobb jelentősége a mi műfajunkra nézve is, vagy tekintetében, hogy fiatalokkal, ami nagy-nagy probléma a mai világunkban, fiatalokkal, a jövő nemzedékével megszerettetni a magyar nótát, a magyar dalainkat, és ilyen formában. Úgyhogy a rendezőtől kezdve az összes szereplőik, a fiatal ének le a kalappal, és így lehet igazán tovább éltetni a műfajunkat. Azért a nagy verbális ölelés után múltkor is feszegettük ezt, hogy én is azért hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy a magyar nóta lenne a kedvenc műfajom. Tehát nyilván máshogy áll hozzá egy sokkal fiatalabb generáció. Nálad ez hogy van? Tehát hogy mennyire tudta elkapni a szívedet a magyar nóta? Őszintén szólva, így a darab előtt nem igazán hallgattam magyar nótákat, leginkább csak amit a nagymamám énekelgetett otthon, vagy ilyesmi, de nem volt a szívem csücske. De amióta elkezdtük ezt a darabot megcsinálni, azóta egyre inkább belopja magát a szívembe talán, mert tényleg amiket előadunk, meg amiket tanulunk itt, az tényleg jó. Tehát így jó arra gondolni, hogy valamit ránk hagytak a régi generációk, ami tényleg fontos és magyar. És nem tudom, nekem ez nagyon tetszik most már így. De gondolom, tehát a magyar nótát például akkor lehet megszeretni, majd megerősítettek ebbe valószínűleg, hogyha nem iróniával, hanem teljes szívvel mögé állsz. Inkább ezt kérdezem, nem mondom. Igen, szerintem igen. Én úgy voltam vele az elején, hogy nem igazán éreztem magaménak ezt az egész műfajt, de mostanában tényleg az, hogy átérzem, hogy miről is szól a nóta. Hazafelé, amit... Igen, abszolút. Hazafelé, idefelé, mindenhol. Nyilván ez jár a fejemben, mert folyton ezt próbáljuk. Úgyhogy igen. Mostanában, igen. Laci, te nótás kedvű ember vagy? A helyzet az, hogy én nagyon sok magyar nóta gála műsoron vettem részt, mint műsorvezető országszerte, sőt, lehet mondani, hogy világszerte. Egyesült Államoktól Svédországon keresztül a legkisebb magyarországi településig bezárólag. És én tényleg mondhatom, hogy ez egy tradicionális magyar műfaj. Hát ha belegondolunk abba, hogy a régi világban, úgymond a második világháborús időszakokra visszatekintve, akkor nem volt elképzelhető magyar film, például, ha visszaemlékszel, te is archív felvételek alapján. Persze, egyszer csak mondani, jön egy prímás, azt rágyújtanak egy nótára. Ne lett volna benne magyar nóta. Na most én a fiatal koromból ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy én a Rákóczi úton nőttem fel,
el a Józsefvárosban, és hogyha elindultál a keleti pályaudvartól, a keleti étteremben már cigányzenekar volt, a parkszállóban cigányzenekar volt, akkor ugye Szabadságszálloda volt, a Grand Hotel Hungária cigányzenekar volt, tovább jöttél a Rákóczi étterembe, cigányzenekar volt, bementél az Osváth utcába, a Dobutca sarkán a Kulacs étterembe, cigányzenekar volt, az MK-be cigányzenekar volt, a Nemzeti étterembe cigányzenekar volt, és jeles énekesek léptek fel, például a Kulacsba Solti Károly, és a Nemzeti Étterem pedig Győri Szabó József. Én ezekre nagyon jól emlékszem. Most a rendszerváltás óta tűnt el ez a dolog itt, mióta ugye rengeteg, gondolom, privát vendéglő alakult, és nem szívesen látják, de majd rájönnek arra idővel, hogy ez egy nagyon nagy turista csalogató műfaj. Ez az egyik része a dolognak. Szerintem már kezdenek azért. Igen. A másik része pedig az, hogy mivel mondtam, számtalan műsorban vettem részt, és zseniális előadó művészekkel lehettem egy társaságban, és én emlékszem, Isten nyugosztalja, Gál Gabriella, aki egy remek előadó művész volt ebben a műfajban, mindig azt mondta, hogy a magyar nótát el kell mondani. Nem elénekelni, el kell mondani. És ez az előadás például arra precedens értékű, hogy itt mivel szituációból indul minden egyes szám, és hogyha azt nézzük, hogy ez a zseniális ember, ez az Újpestél nagyon sokat tett polgármester, Ugró Gyula, imádta a magyar nótát, ezen felül, hogy egy karizmatikus személyiség volt, ami az emberekkel való törődését illette ebben a térségben. Ő bejárt itt a Megyeri Csárdába, vagy a Horváth kertbe, és ugye ebből eredendően minden nagyszerű magyar nóta nyugodtan elhangozhat ebben az előadásban, mert még Dankó Pista is jó barátja volt neki. Mivel ez egy színházi zene, a zenévé válik itt a magyar nóta, tehát az előadás segíti, következésképpen ha jó előadás, akkor szerinted a fiatalok is megszerethetik, hiszen az teljesen más, hogy te megszereted, lévén ebben játszol is teljes szívvel, lélekkel. Szerintem abszolút megszerethetik, mert azért, nem tudom, tehát attól függ, hogy mennyire adjuk át ezt nekik, hogy mi mennyire éljük át szívvel, lélekkel ezt az egészet. Ha csak oda tesszük a színpadra, eljátsszuk a szerepünket, akkor nyilván nem jön le a nézőknek. Viszont ha tényleg szívvel, lélekkel csináljuk, és mi is átérezzük ezt az egészet, akkor talán azt hiszem, hogy ők is megszerethetik, igen. Marika, drága színészként, színészileg, milyen ez az előadás, milyen ez a próba folyamat? Csodálatos. Én megkérdezték a napokban tőlem, hogy érzem itt magam. Én még így nagyon-nagyon kevés helyen, talán sehol nem éreztem magam. Ez a légkör is, hogy egyáltalán egy darabba benne lenni, mert más az, hogy ugye konferálok, meg műsort levezetek, de ez még nekem nem volt részem. És még egyszer csak a köszönetet tudom elmondani, és ez a hangulat, ami itt van. Lehet, hát jó hangulatú próbákból lesz a jó hangulatú előadás. Szeretettel van. Én azt hittem, hogy az a próbák, ezek a színházi próbák olyan félelmetesek, tele agresszíroztatással, meg mit tudom én mivel. Olyan szeretetteljesen van az egész, és ami engem még megtölt, de elmondom ezt, mert el kell. Én nagyon sok magyar nótát hallottam len a színpadról, mindenhonnét, fiataloktól is, de ettől a pár kis teremtéstől, ahogy előadják, én megborzongtam, hagyd mondjam el a saját szavaimmal, végigfutott a hideg rajtam, vagy a forróság, meg ahogy a művész úr is előadja a dalokat. Most nem soroljuk el, hogy melyikeket. Egyszerűen én hiszem, hogy ezáltal el fog jutni az emberek szívéhez, lelkéhez a mondani való. És valahogy így kellene énekelni a magyar nótát és a szép magyar dalainkat. Az rága teremtés is, meg a társai is úgy adják elő, olyan átéléssel, amit megmondom őszintén, profi énekesektől kevésbé hallom. Na tessék! Laci, te már sokadik Újpest színházas bemutatód, a próbaidőszakodat csinálod meg. Mennyi? Hány ez már? Gondolom, hogy az ötödik. Az ötödik. Lehetőségem itt ebben a csodálatos hangulatban részt venni. Nekem volt a Nemzeti Színház stúdiójában, amit én elvégeztem 1971 és 73 között, Bodnár Sándor nevű tanárom, mesterség tanárunk volt, és nagyon sok jeles művész mondogatja mai napig is, Lukács Sanyi vagy Bánsági Ildi, hogy Bodnár Sándortól tanultuk a legtöbbet ezen a pályán. Jó magam is így vagyok ezzel a gondolatmenettel. Azt mondta mindig legelsőnek, hogy érezzék jól magukat. Innen lehet indítani. És ide belépek ebbe az épületbe, és itt tele van csodálatos emberrel. Higgyétek el, hogy itt egy valóságos, igazi színházi életet lehetne kialakítani.
Úgy van, kezdtünk a Csárdás királynővel, Maros Gábor rendezése által jó 6-7 évvel ezelőtt, ami engem illet. Ferdinánd Főrceget játszottam benne, és utána a művészeti vezető, főrendező Dózsa László kitalált ezt a fantasztikus koncepciót, hogy magyar vígjátékokat és magyar drámákat kell itt bemutatni. Ellentétben sok budapesti színházal, akik inkább a bulvár irányába mentek el, több-kevesebb sikerrel, és mondhatom, hogy itt a Bodnárné például, Kútvörgyi Erzsébet nagyszerű alakítása, Dózsa Laci kiváló rendezése által, vagy a nagyvízi Gyurkovics darab, ugye nagy sikert aratott ebben a házban, és volt szerencsém a főorvost játszani bennem, Harsányi Gábor főszereplésével, Dózsa Laci rendezte szintén. És ugye volt a Szűcs Sándor tragédiája, a volt újpesti labdarúgó, Kovács Erzsi szerelme, a slágerénekesnő szerelme, földolgozásra került Posgai Zsolt által megírva, tehát ez is szintén Posgai Zsolt írása, tehát a kortárs írók is számításba vétettek ebben a teátrumban, mert ez már az lehet mondani. Ugyanakkor visszanyúltak a magyar klasszikusokhoz, drámaírókhoz, Németh Lászlóhoz, Gyurkovics Tiborhoz, és ez egy nagyszerű dolog. Te azt látod, hogy van ennek a színháznak már egy közönsége, egy törzs közönsége szerinted? Én szerintem van, de hogyha még nincs elegendő, akkor lehet meríteni, mert ez a kerület nem csak Újpestből áll ez a térség, hanem itt van Káposztásmegyer, Békásmegyer, Újpalota, Rákospalota, hát ha így csak így belegondolok, körülbelül minimum egy 300 ezer embert érintene ez, és mivel én Angyalföldön élek jelenleg, a 13. kerület 3 színházban részesül, ugye a Víg Színház, a József Attila és a RAM. Na most éppen itt az ideje, hogy ennek a hatalmas térségnek, ami az ember létszámot is illeti, kialakuljon, és ki is lehet alakítani itt egy, ha nem is azt mondom, hogy társulat, de rendszeres próbafolyamattal egy komoly színházi életet, mert bizony a portás fiúktól kezdve a büfés hölgyeken keresztül az igazgatóasszony, a Zita, a Dózsa László, és rengeteg színész van, aki azonnal kapható erre a folyamatra, mert higgyétek el, hogy nem mindent a pénzzel lehet megoldani. Csak egy rövid példát szeretnék elmondani, hogy a Nagyvízitben voltak anyagi nehézségek, és a Tüzér utcában lakom, a Tüzér Dévai sarkon, és ott a utcánkban van egy munkaruházati üzlet, és én bementem oda, egy nagyon kedves asszony, a tulajdonos, és mondtam, hogy milyen bajban vagyunk, és láttam, hogy vannak ott orvosi ruhák, a Nagyvízit előadás kapcsán mondom ezt most neked, és láttam orvosi ruha, nadrág, köpeny, takarítónői felszerelés, azzal a vászoncipővel, és kész mondom, nekem kéne a kisorvosnak, jó magamnak, édesem egy orvosi egyenruha, sőt a ápolónőnek, a Dóka Andinak is kéne egy ruha. Azt mondja, drága művész úr, parancsoljon, milyen a méret, mondja, és adom magának holnap. Megijedtem, hogy mennyibe kerül, azt mondja nekem, hogy hozzon nekem a bemutatóra 4 színház jegyet. Na, hát erről van szó. Tehát bartelve is meg lehet sok mindent oldani, nem minden a pénzkérdés. Így igaz, Detti, most azért már közelg a bemutató. Szerinted ilyenkor színész nyilván azt érzi, hogy nem állnak jól, de már van egy kis izgalom, van egy kis ilyen premier izgalom? Természetesen van, de igazából azt kell mondanom, hogy én az elejétől izgulok már, mert ugye ez az első próba folyamat itt, amit végigcsinálok, és tényleg beletenném magam szívvel, lélekkel ebbe az egész dologba, és abszolút izgalmas. Izgalmasak a próbák, izgalmas, hogy mi lesz majd, hogyha előadjuk, mennyire fog tetszeni a közönségnek. Igen, izgulok, azt kell mondanom. Jó végszót adtál, mert izgalmas lesz remélhetőleg az előadás is, úgyhogy elmondom még egyszer, március 14-én a Meglepetés címmel mutat be előadást az Újpest Színház, vendégeimnek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltak, köszönöm beszélgetést. Köszönjük. Szívesen.